Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Valamelyest javult Michael Schumacher állapota, aki vasárnap szenvedett súlyos síbalesetet a francia Alpokban. Éjjel megint megműtötték a kómában lévő 7-szeres Forma 1-es világbajnokot. Az orvosok szerint most az a legfontosabb, hogy időt nyertek. A következő órák azonban sorsdöntők lesznek. Javult ugyan Michael Schumacher állapota, de a 7-szeres világbajnok Forma 1-es pilóta még mindig életveszélyben van. Az orvosok azt is elmondták, hogy éjjel újabb műtétet hajtottak végre a nemrég visszavonult német versenyzőn. Javulást tapasztaltunk, ami lehetővé tette, hogy újabb operációt végezzünk el. Ennek során eltávolítottuk a koponyában lévő vérömlenyt. Ma reggel a jelek arra utaltak, hogy kicsit javult Schumacher állapota, mondta a Grenobli kórház igazgatója. Sajtóhírek szerint Michael Schumacher egy barátja segítségére sietett a francia síparadicsomban, ekkor szenvedett balesetet. A pilóta barátja ugyanis elesett. Schumacher ezért próbált meg az egyik sípájáról átsiklani a másikra. A 44 éves pilóta beverte a fejét egy sziklába, és kómába esett. Koponyaűri vérömlenyt, agyi ödémát és kétoldali agysérülést diagnosztizáltak nála. Valószínű, hogy két oldalt eltávolították Schumacher koponyáját, hogy ezzel is lecsökkentsék az agyában növekedő nyomást. Ezt mondta a híradónknak Csókai András idegsebész. A szakember szerint azért volt nehéz megoldást találniuk az orvosoknak, mert a szakmában nem egyértelműen elfogadott nézet, hogy egy ilyen súlyos sérülésnél mi hozhat állapotjavulást. A 7-szeres világbajnok felépüléséért itthon is rengetegen szorítanak. Írtam nekik egy e-mailt, hogy igen, vegyék le a koponyát, még mellékeltem két cikkünket is hozzá. A magyar idegsebész stábunknak beszélt először arról, hogy tegnap még a vérömlenny eltávolításáért küzdöttek az orvosok, de a fő kérdés a Grenoble team számára valójában a koponya kétoldali nyitásának eldöntése volt. Csókai András azt mondja, a beteget lehűtötték 34-35 fokra, extrém mély kómában tartják, mert ezek mind csökkentik az agyi ödémát. Leszedem a koponya tetőt gyakorlatilag így két tenyérnyi nagyságba a két oldalról, és itt hagyom kitüremkedni az agyat. Csak ebbe nagyon megoszlanak a vélemények, hogy kell-e ez. A doktor szerint ez a módszer. Megoperálták, kisebb javulás történt Schumacher állapotában, mondták. Igen. Ez azt jelenti, hogy csökkent a nyomás, ez azt jelenti lefordítva orvosi nyelvre. Épp az interjú alatt érkeztek meg a pozitív hírek. 3-4 nap, amikor már mondhatjuk azt, hogy na, talán nem fog újra megundulni az agynyomás fokozódás, de ez még semmire nem garancia. Az orvos szerint az ébresztési kísérlet most veszéllyel járna, növelhetné a nyomás fokozódás kockázatát. Az, hogy ő a kómából fölébred, vagy nem ébred, ez a jövőnek a kérdése. Ezt prognosztizálni felelőtlenség. Rettenetes, szóval, ha sikerül megmenekülnie is. A tegnapi fórumban égtek a vonalak az autóversenyző balesete kapcsán, sokan a csatorna közösségi oldalán üzentek. Ő neki benne van a génjeibe is, meg azt hiszem magába, a mentalitásába a veszélynek a keresése. Czolnár Gyula abban az időben vált a Forma 1 legnépszerűbb kommentátorává, amikor Schumacher zsinórban 5-ször nyerte meg a világbajnokságot. Több mint 250 lájkot kapott az általa kiposztolt kép. Kollektív gondolkodásban, vagy a kollektív tudatban, tehát abban, hogyha csak egy pozitív gondolatot küldünk valakinek, akkor az segíthet. A Schumacheréhez hasonló baleset mindennapos az Alpokban, és a szűzhóban síelők fokozott veszélynek vannak kitéve, tette hozzá a műkedvelésből síelő sportriporter.